Köszöntöm nézőinket, elsőként lássuk, miről lesz szó mai híradónkban. Sajtótájékoztató, a migrációs helyzetről beszélt Hatházi Sándor országgyűlési képviselő. Könyvbemutató, a Kert és a műtermek címmel jelent meg Molnár Edit könyve. Az illegális bevándorlásról tartott sajtótájékoztatót ma délelőtt Szentendrén Hatházi Sándor térségünk országgyűlési képviselője. Szeptember 22-ig Magyarország határait jogellenesen átlépők száma meghaladta 230 ezer főt. Európa és Magyarország példátlan nagyságú tömeges népvándorlással áll szemben. A folyamatnak még csak az elején járunk, az utánpótlás bőséges, mondta Hatházi Sándor térségünk országgyűlési képviselője mai sajtótájékoztatóján. Nehéz időket élünk manapság, hiszen nem olyan rég ért véget, véget ért. A 2008-as pénzügyi válság, Európa még nem kászálódott ki ebből teljes mértékben. Aztán itt van a görög válság a nyakunkon, amivel igazából Európa még nem tudott mit kezdeni. Úgy hallom, hogy Ukrajnában is vannak mozgolódások, és a napokban robbant a Volkswagennek a válsága, és a mai nap témája pedig a migráció, ami talán a legjelentősebb válság, vagy válságot jelentheti Európa és talán a világ életében is. A helyzet az, hogy nagyon sokáig úgy csináltunk, mintha ez a probléma nem létezne. Pedig tudtunk róla, hiszen a média jóvoltából láthattuk nap mint nap Irak szétbombázását, Afganisztán háborúját, a szíriai polgárháborút, belső háborút, a különféle szélsőséges erők megerősödését. Tehát igazából aki józanul és felelősségteljesen gondolkodott politikus és bárki, az láthatta, hogy ez a folyamat nagyon komoly veszélyt hordoz magába. Mert hát, hogyha valaki nem érzi magát biztonságban, a családját félti, vagy egy olyan vidéken, országban él, ahol éhínség uralkodik, az erősen motivált abban, hogy ezen valamilyen módon segítsen, és hogyha helyben nem talál megoldást, akkor értelemszerűen elindul a világba, és próbál keresni magának olyan területet, olyan országot, olyan települést, ahol emberi módon tudja élni életét. Sok millió ember van a Közel-Keleten, sok millió ember van Közép-Afrikában, akik ezzel a problémával küzdenek. Háborús övezetek, polgárháborúk, kilátástalan élet, és ők keresik a megoldást. Ha azt nézzük, hogy miért jutott ide az adott ország, vagy az adott térség, akkor el kell gondolkodnunk a mi felelősségünkön, Európa és a világ nagyhatalmainak a felelősségén, hiszen valamikor ezek az országok, ezek a nemzetek gyarmati sorban éltek, ez a helyzet. Kirabolták őket, elvitték javaikat, elvitték a legjobb képességű embereiket, és ott hagyták a gyarmati világ megszűnését követően, ott hagyták magát a káoszt. Törökország hivatalosan több mint 2 millió menekültet fogadott be elsősorban Szíriából, de Libanon, Jordánia és a környező országok is százezres nagyságrendben fogadtak be menekülteket, akik ott sátortáborokban élnek. Ellátásukat nemzetközi segélyek biztosítják, de a legnagyobb teher a befogadó országokra hárul. Mivel a nemzetközi segélyek csökkennek, a bevándorlók száma viszont folyamatosan nő, így a migránsok körülményei egyre rosszabbak ezekben a táborokban, mondta Hatházi Sándor. Nyilvánvaló, hogy abba az irányba indulnak el, amely irány kisebb ellenállás mutat. A görög szigetvilág miatt és Görögország katasztrofális pénzügyi gazdasági helyzete miatt és politikai mozgásterének szűkössége miatt ezt a hullámot nem képes fölfogni és nem képes kezelni.
Európa elhanyagolta, magára hagyta Görögországot ebben a problémában, és ennek következtében a Balkánt elárasztották a menekültek, migránsok, a kiutat keresők, akik egyébként nagyon sok biztatást kaptak a médián keresztül, politikusoktól, különféle szervezetektől, és ennek okán egyre nagyobb és nagyobb mértéket ölt ez a hullám. Magyarország a kötelességét teljesíti akkor, amikor igyekszik kezelhető állapotot kialakítani a határán. A magyar kormány időben felismerte ezt a problémát és ennek a veszélyét, és fölismerte azt is, hogy Magyarország kikerülhetetlen lesz ebben a kérdésben. Éppen ezért időben egy nemzeti konzultációt indított el. Több mint 800 ezer ember válaszolt a kérdésekre, és egyértelműen az a válasz érkezett a kormányzat számára, hogy igen, Magyarországnak meg kell állítani ezt a hullámot. Ezt a feladatot teljesíti a kormány, egyébként ezzel teljes mértékben azonosulva, és igyekszik tudtára adni a világnak azt, hogy ez nem Magyarország problémája. Igyekszik tudtára adni a világnak azt, hogy ez nem Európa problémája, hanem ez az egész világnak a szégyene, és az egész világnak a problémája. Ebből következik, hogy Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy megszólítsa azokat az erőket, akiknek kötelességük erkölcsi, politikai kötelességük ebben részt vállalni tevőlegesen, nem a homokba dugva a fejüket, hanem igazi, a problémával szembenézve, teljes őszintességgel, nyíltsággal és teljes erővel azon lenni, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Megjegyezve, hogy nem a határokon kell megoldani ezt a kérdést. Meggyőződésem, hogy a problémákat ott kell kezelni, ahol azok jelentkeznek. A világnak, a gazdag, a fejlett világnak az a felelőssége és kötelessége, hogy vissza kell menni a gyökerekhez, vissza kell menni Szíriába, Afganisztánba, Irakba, vissza kell menni Afrikába, és ott gazdaságilag segíteni kell az országokat, az embereket ahhoz, hogy megtalálják a maguk boldogulását. Nem jó szántukból, hanem kényszerűségből kerekednek fel ezek az emberek, hangsúlyozta Hatházi Sándor. Nem csak gazdasági segítségre, úgynevezett demokrácia exportra van szükség ezekben a térségekben, hanem az oktatás rendbetételére is, hogy olyan emberek nevelkedjenek, akik az ország irányítását képesek a mai kor elvárásai szerint megoldani, mondta a képviselő. Érdekel, hogy mivel foglalkozik a Magyar Honvédség pályaválasztás előtt vagy, és a hazádat szeretnéd szolgálni? Ha igen, akkor látogass el október 3-án szombaton Szentendrére az MH Altiszti Akadémiára, ahol toborzó napot tartanak. A rendezvény célja, hogy az érdeklődők megismerjék a katonák mindennapi életét, betekintést nyerjenek a Magyar Honvédség egyes részterületeinek feladataiba, illetve megtekintsék a rendszerben lévő technikai eszközöket. A látogatók 10 és 14 óra között katonai közelharc és kézitusa bemutatót tekinthetnek meg, majd érdekes biztonságpolitikai előadásokon vehetnek részt. Délután pedig egy ejtőernyős bemutató is színesíti a programot, mindezek mellett folyamatosan részt vehetnek különféle katonai bemutatókon, airsoft lövészeten és találkozhatnak a katonai hagyományőrzőkkel is. A toborzó napot a Tartalékosok napján a Magyar Tartalékosok Szövetsége, az MH Altiszti Akadémia, valamint az MH 6 kiegészítő és központi nyilvántartó parancsnokság közösen rendezi meg.
A Partmoziban mutatták be a 60-as, 70-es éveket idéző híres szentendrei művészek életébe bepillantást nyújtó könyvet a Kert és a műtermek címmel. Az eseményen a könyv szerzőjével, Molnár Edittel, Török Katalin művészeti író beszélgetett. Nagy érdeklődés övezte Molnár Edit újságíró közelmúltban megjelent könyvének bemutatóját a Partmoziban. A korábbi fotós számos képet készített híres szentendrei alkotókról, amit most egy könyvben foglalt össze. A képek mellé saját élményeit is megosztotta az olvasókkal. A könyv bemutatóján Török Katalin művészeti író beszélgetett a szerzővel. Molnár Edit nem írónő, hanem fotóművész, a régi MTI legendás fotósa volt, rengeteget fotózott itt kint Szentendrén, elsősorban művészeket, 60-as, 70-es években elhatározta, hogy végig fotózza azokat a nagy festőket, akik akkor itt éltek a városban, úgyhogy hosszú-hosszú éveken keresztül járt ki Szentendrére, sokukkal közeli jó barátságba került, és egy nagyon érdekes és nagy anyag született meg így, amiből a 80-as évek első felében a Ferenci Múzeumban, a képtárban egy kiállítást is rendeztek. Aztán múltak az évek, Edit felett is elszálltak az évtizedek, és nagyon helyesen úgy gondolta, hogy könyvalakban is megjelenteti nem csak a fotóit, hanem a visszaemlékezéseit is. Valamikor a 80-as években jelent meg az első könyve, úgy emlékszem, hogy az a címe, hogy a fiatalságom története, de nem magáról ír, hanem azokat a fotókat mutatja be, írókról, művészekről, közéleti híres emberekről, és nagyon sok olyan eseményfotó is van benne, ami ma már történeti dokumentum értékű. Aztán adott ki egy külön kötetet az írókról, és most idén jelent meg a Kairosz kiadónál, mutatom, a Kert és a műtermek című könyve. A könyv témája igazi különlegesség a művészetek iránt érdeklődőknek és a Szentendrén élőknek is. Két érdekessége van a mi számunkra, hogy csak szentendrei művészek szerepelnek benne, illetve olyan művészek, akik erős szálakkal kötöttek Szentendréhez, és nem csak a róluk készített fotóit adta így módon közre, hanem a visszaemlékezéseit is, amik hát rendkívül értékesek számunkra, vagy a szentendrei festészet történet számára, mert több éves kapcsolatokon keresztül volt módja, lehetősége úgy betekinteni Barcsai, Kondor Béla, Kornis Dezső, Vaszkó Erzsébet, Bánovszky Miklós, Gráber Margit, és akkor most nem soroltam fel mindenkit, Szántó Piroska, Vas István életébe, ami Molnár Editen keresztül láttatja ezeket a művészeket. Tehát az Edit nem író, ami egyes írásain érződik is. Egyes írásai például, amit a Barcsai Jenőről írt, hát az minden kívánalomnak magasan megfelel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a könyv mind a műkedvelő nagyközönség, mind a szakma számára tartogat érdekességeket, meglepetéseket, úgyhogy érdemes lesz kézbe venni, és most lesz ugye a könyvbemutató, ami élve a lehetőséggel jól ki lett tágítva, tehát sok más fotó és művész is vetítésre kerül, már mint az Edit fotói, velük kapcsolatba, hogy a hozzájuk fűződő emlékeit is el tudja mesélni. A bemutató alkalmából nem csak a múlt híres nagy művészei elevenedtek meg a fotókon, de sok neves kortárs alkotó is ellátogatott a rendezvényre.
Ennek az az egyik oka, hogy adott nekem egy listát, hogy ki mindenkit hívjak meg feltétlenül, Deimpalit, Balogh Lászlót, Csíkszentmihályi Róbertet, Farkas Ádámot, Aknait, Evzámbót, akiket ő annak idején fotózott, de hát nem mindenkit tudtam elérni, de hát ahogy ön is látta, Deimpál megérkezett, Csíkszentmihályi Róbert itt van, Aknai később fog befutni, mert külföldön van. Sajnos időpontváltozás történt a programot illetően, és ez nem tett jót a mai látogatottságnak. Egy héttel ezelőtt lett volna az eredeti időpont, az jelent meg. Jöttek is jó néhányan arra az időpontra, hát az sajnos elmaradt, úgyhogy ma egy szolidabb, de nagyon illusztris közönség előtt fogjuk lefolytatni, vagy megtartani a beszélgetést. A különleges szentendrei alkalomra a könyvben szereplő képek mellett más érdekességgel is készült a szerző. Molnár Edit könyve egy új szemszögből ismerteti meg az olvasókkal a múlt nagy alkotóit. A Szentendre Maldánsát látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Művészváros című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket, de addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, és csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!